Vona Gábor áruhás országjárásáról szóló filmvetítéssel kezdődött a Jobbik Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltjének szombathelyi fóruma. Ezután Balassa Péter, a választókörzet képviselőjelöltje, összegezte önkormányzati képviselői tevékenységét. Vona Gábor a párt választási programját ismertette, melynek előterében a megélhetést, rendet, elszámoltatást hármas jelszava áll. Szólt a hét vezértervről, a munkahelyteremtés lehetőségeiről, a fiatalok elvándorlásának megállításáról, a közbiztonság megerősítéséről és az uniós csatlakozási szerződés módosításáról is.